Mindenkit érintő téma lehet az egészség, de közelítsük meg ezt az egészet másképpen, ne úgy, ahogy minden nap, hogy a szolgáltatásokat nézzük, hogy mi az, ami egészséget tud adni nekünk, hanem természetesen figyelembe veszük azt, hogy el kell érjük az egészséget, vagy meg kell tartsuk az egészséget, és most nézzük egy kicsit, próbáljuk látni az egészség fogalmát, és annak értelmét, és annak jelenségét az életünk felől, tehát közelítsük meg az élet felől ezt a témát. Megpróbálok az utcán találni olyan példákat, amelyben könnyen látható, könnyen megérthető, mit jelent az egészség szó. Valahogy különös érzéken van ahhoz, hogy bárhova megyek forgatni, ahogy elkezdjük, bármilyen csodálatos, madárcsicsergős, csöndes hely legyen, vagy megáll ott egy turista csoport, vagy elkezdenek ott építeni egy 30 emeletes épületet, és éppen akkor kezdik el, vagy leszáll egy nagy repülőgép, vagy megjön a kertészet az autójával, és majd itt fog fát ültetni, amíg én beszélek. Na, térjünk vissza egy kicsit az egészség szóra. Az egészség az valahol az egyensúllyal függ össze, tehát ahhoz, hogy egészséges életet éljél, ahhoz egyensúlyban kell lenni. Nehéz megtalálni az egyensúlyt, ha nem mozogsz. Könnyebb megtalálni, ha mozogsz, és élvezetesebb megtartani az egyensúlyt, hogyha változatosan mozogsz. Természetesen egy nyugvó test is egyensúlyban van, de ez egy nyugalmi helyzet, és nem egyensúly helyzet. Tehát nagyon fontos az egészség megértésében, hogy nem nyugvó helyzetekről beszélünk, hanem egyensúlyról. Hogyan kell ezt érteni? Nyugvó helyzet az, amikor nem csinálsz semmit, és úgy érzed, hogy teljesen kiegyensúlyozott az életed. Például állandóan alszol. Ez nem lehet egészséges, mert akármennyit alszol, sem fogod kipihenni magad, ezt mindenki tapasztalja, aki elkezdi. Végre hozzájut az időhöz, hogy alszik 5 órát, 6 órát, 7 órát, 8 órát, majd 12 óra után is halálfáradt lesz. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata. Az alvás és az ébrenlét párost kell figyelembe venni ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljünk, tehát az egyensúlyhoz, az egészséghez szükséges egy páros. Például zaj és csend. Ha már mozgásról van szó, és megértettük azt, hogy nem lehet egyedül nézni, szemlélni valamit a világban, hanem minimum két szereplősen, duális módon kell megfigyeljük a világot, akkor nézzük meg például a bicikli és a biciklista viszonyát. Nézzük meg azt, hogy milyen életállapotok vannak. Már is találtam nektek egy példát, hogy szemléltessem, hogy mi az az egészség, mi az, amikor minden megvan. Itt van például ez a kutya, teljesen egészséges kerek. Ugye mégsem, tehát azért vizsgáljuk tovább ezt a kérdést. Szóval az életben van többféle állapot, például van egy állapotpár, mint az aktív-passzív, és van a statikus és dinamikus. Az életben előforduló állapotok viszont nem ezekben a párokban találhatóak meg, hanem a két pár közötti viszonyban. Így találunk például passzív és statikust, passzív és dinamikust, aktív és statikus, és aktív és dinamikus állapotokat. Ezeket az állapotokat kell váltogatni ahhoz, hogy egészséges életmódot éljél. Nézzük meg, hogy néz ki ez az aktív, passzív, statikus, dinamikus viszony különböző megjelenésekben. Itt van például egy padon ülő, olvasó ember. Ez egy statikus, de aktív állapot. Statikus, mert ül, nem változtat helyet, viszont aktív állapot, van belső élet, belső világ, tehát nem lehet mondani, hogy passzív lenne, olvas, gondolkodik, tehát egy belső világban él. Ezt erre lehet mondani, hogy ez egy statikus, de aktív állapot. Lássunk egy példát a passzív és statikus állapotra, itt van nem messze, a parkban minden megtalálható. Jó, egy kicsit csaltunk, hozott anyagból dolgozunk, de tökéletes színész. Ugye látszik, hogy statikus, nem változtat helyet, az égvilágon semmi nem történik vele, nem gondolkozik, nem csinál semmit.
mondhatnánk, hogy nyugvó állapotban van, de ez egy statikus és passzív állapot. Aktív és dinamikus állapot lehet például egy futó a parkban. Aktív és dinamikus állapot lehet például egy biciklista, aki folyamatosan tekeri a kerékpárt, és állandóan irányt változtat, és sebességet változtat. Tehát hol fékez, hol gyorsabban megy, főleg olyan helyeken, ahol változatos a környezet, akkor ő mindig változtatja azt, ahogy dolgozik, és aktív is, tehát dolgozik. Tekeri a biciklit, de nem mindig ugyanazzal a sebességgel. Ez az aktív és dinamikus állapot. A passzív és dinamikus állapot lehet például egy autóvezető, vagy egy olyan biciklista, aki nem teker, csak gurul a biciklién, és ő nem dolgozik, ő csak ül az autóba, vagy ül a biciklién, de a bicikli az halad tovább. Ha az egészséget el akarjuk érni, vagy meg akarjuk őrizni, vagy vissza akarjuk szerezni, akkor olyan tevékenységeket kell választani, amelynek van ellentétpárja, és van iránya, és ebben a négy állapotban változik. Tehát például sokat dolgoztam, ezért elfáradtam és alszom. Tehát volt egy aktivitásom és pihenni fogok. Azért, mert alszom és pihenek, regenerálódom, tehát közben dolgozik a szervezet bennem, majd amikor fölébredek, megint hozzá tudok fogni valamilyen célhoz, valamilyen munkához, hiszen kipihentem magam. Nagyon fontos viszont, akkor lesz az egész folyamat dinamikus, tehát aktív és dinamikus a teljes folyamatod, hogyha amit dolgoztál, azt kipihented, felkészültél a következő munkához, de amit dolgozol utána, azt nem ugyanazt folytatod, hanem folytatod úgy, hogy továbbfejleszted, tehát haladsz benne. Egy szóval azt is mondhatnám, hogy az egészségnek a kulcsa a fejlődés. Hello! Pont vlogot veszünk föl. Mit kell tegyél például az étkezésnél? Nem elegendő egészségesen étkezned, hanem valamilyen célod van, amit el akarsz érni, és ehhez megfelelően kell étkezni. Tehát nem mindegy, hogy mit eszel, hanem az kell egyél, ami kiszolgálja majd azt a célt, és akkor kell edd, és annyit kell egyél, amely kiszolgálja ezt a célt. Az a cél kell, hogy változzon, az kell, hogy tovább menjen, és így az egészséges étkezés is fenntartható. Tehát hiába eszik valaki csak zöldséget és mindig ugyanazt, ez egy egyoldalú táplálkozás lesz, nincsen célja, és nem veszi figyelembe azt például, hogy aznap edzett vagy nem edzett. Ezt egészet komplexen kell nézni, és ez a komplex rendszer, ha fejlődő, akkor az egészség megóvható, visszaszerezhető, megtartható. Természetesen a hétköznapjaidon kívül is lehet foglalkozni az egészségeddel, például azzal, hogy vigyázz, pad. Például azzal, hogy direkt tréningezed magad arra, hogy egészséges legyél. Ilyen lehet például az edzés, a testmozgás, tehát választasz magadnak valamilyen sportot. A sport viszont sose legyen olyan, hogy csak egyet csinálsz, mindig ki kell egészítse egy másik sport azt a sportot, amit végzel. Az egyik a fő tevékenységed, a másik a kompenzáció sport, és ebben kell legyen egyensúly, ezt kell megtartsd, akkor lesz az izomzatod olyan, amely egészséges szervezetet tud biztosítani számodra. Ilyen lehet például tréningek, tanfolyamok is, ahol megtanulsz valamit, de ne konkrétumot tanuljál meg, mert a konkrétumokban csak konkrét életet élhetsz, és bármi változik az életedben, akkor nem fogod tudni használni. Olyan alapdolgokat kell elsajátítanod, mint például a harmónia, mint például az együttműködés, az egyensúly két ember között, két ember kommunikációja között. Ezért tanulunk a szemináriumokon expert-operátor gyakorlatokat, ahol a két ember kénytelen egymással együttműködni ahhoz, hogy megkapja azt az eredményt, amit a feladatba kitűztünk. Tehát mindig kitűzünk egy feladatot, a feladat mindig egyre nehezebb lesz, és ebben a feladatban egyedül nem érhetsz el eredményt, csak akkor, ha ketten vagytok. Ezt gyakoroltuk a hétvégén Kisoroszliban is. Jön a tavasz, ezért nem csak a teremben, hanem kimegyünk, és a friss levegőn is tanulunk. Tehát az egészség teljességet jelent. Teljes az életed, nem a tested kerek, hanem az életed a kerek.
Az, amit csinálsz, abban van minden. Megfelelő mozgás, megfelelő érzelmek, megfelelő gondolatok, a céloknak megfelelő, és a célok egyre-egyre nehezebbek kell, hogy legyenek, és ehhez kell feledzed, ehhez kell tanulnod, saját magadat tanítanod, vagy tanítatnod, hogy a feladatokat el tud végezni. Ez lesz egy egészséges élet, tehát az egészség kizárólag úgy őrizhető meg, és úgy érhető el, hogyha fejlődő rendszereket építesz az életedben. Edzél, tanuljál, dolgozz, pihenj, és tartsd meg az egyensúlyt az életed különböző területei között.